Erős vár a mi Istenünk! Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet itt a templomban, és köszöntöm mindazokat, akik a videó felvételen csatlakoznak majd be a mostani Isten tiszteletünkbe. Pünkösd vasárnapján gyűlhetünk ma itt össze, amely ünnepi napon így szól hozzánk Zakariás könyvéből Isten igéje. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Bizony a világon a legnagyobb hatalom az nem haderők, nem országok és nem politikusok kezében van, hanem a végső, legteljesebb hatalom az Istennél van. És az ő lelke hordozza ezt az erőt, amelynek elérkezését ünnepeljük, arra emlékezünk, és nem csak emlékez, mert ma is történik. Ma is érkezik hozzánk az Úr lelke. Legyen így a mai alkalommal is, és kezdjük el Isten tiszteletünket a 239-es számú énekünkkel.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Testvéreim, amint láthatjuk a mai napon, a mai ünnepnapon, ismét megterítettük az Úr Szent asztalát, és így nyilván a biztonsági előírások betartása mellett, de van lehetőségünk végre újból úrvacsorát venni majd. Erre is készüljünk, amikor megvizsgáljuk magunkat bűnbánó szívvel Isten előtt, és meghallgatjuk az ő törvényét, először a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Neved hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb lenne ezeknél. Az Úr Jézus apostola pedig így tanít. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csapjuk be, és igazság nincsen bennünk. Viszont ha megvalljuk bűneinket, hűséges és igaz az Isten. Megbocsátja vétkeinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után lelki ismeretünk szerint fennállva feleljünk a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdezem mindenkitől személy szerint. Testvérem, az Úrban vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottak. Igyekszel-e Isten akarata szerint élni? Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszem. Legyen nékünk a mi hitünk szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk így állva maradva Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Ámen. Bízzatok, testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által. Ő benne az irgalom atya, és minden vígasztalás Istene megvígasztal minket minden nyomorúságunkban. Én pedig feltámadott Úrunk megbízásából hirdetem megvallott bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen mennyen és földön az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Járjunk új életben, a Szentlélek erejével. Ámen. Foglaljunk helyet. Folytatásban majd a 6. számú énekrendet követjük. A 118. Zsoltár így tesz bizonyságot. Ezt a napot az Úr maga szerezte, hogy vigadozzunk és örvendezzünk. Ó, Uram, kérünk, segíts meg! Add, Uram, hogy áldásoddal járjunk. Az Úr az Isten, aki megvilágosít minket. Magasztallak téged, én Istenem. Adjatok hálát az Úrnak, mert irgalmas, és szeretete örökkévaló. Thank you.
imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, aki elküldted a Szent Lelket, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Úr Jézus Krisztus, akiről Isten lelke tanúskodik, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Úr Jézus Krisztus, aki megadod a lélek ajándékát mindazoknak, akik kérik, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Ámen. Ezékiel prófétánál olvassuk. Én a lelkemet adom belétek, ezt mondja az Úr, és azt cselekszem, hogy az én törvényemet megőrizzétek és betöltsétek. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hála neked ezért a mai napért, és különösen azért, hogy megengedted, hogy itt lehessünk ma a te házadba. Köszönjük pünkösd ünnepét is, amelyen arra emlékezünk, amikor először eljött a Szentlélek a világba, pártfogóként és vigasztalóként. Urunk, de szeretnénk, ha ez nem csak egy emlékezés lenne, ha nem csak egy régmúltbeli eseménye tekintenénk ma vissza, hanem, Urunk, az a vágyunk, hogy ez ma is megvalósulhasson, hogy a te szent lelked ma is eljöhessen, betölthessen, új lendületet, új odaszánást adhasson, hogy feltüzeljen bennünket, hogy ami talán dermedt szívünket újból megolvassa, újból lángba hozza, hogy újból tudjunk utánad vágyakozni a te igét hallgatására, a te követésedre, arra, hogy odaszánt életű tanítványaid lehessünk. Kérünk Istenünk, így szentelj meg bennünket, és így szólíts meg ma igédben és a szentséged által. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg pünkösd vasárnapjának oltár előtti felolvasású rendelt igéit. Először az Ószövetségből, Mózes 4. könyvéből, a 11. fejezetből, a 11-es verstől kezdődően a következőképpen. Fennállva hallgassuk az igét. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak. Miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy ezt mondod nekem? Ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáinknak. Honnan vegyek húst, és adjak ennek az egész népnek? Hiszen így siránkoznak előttem, adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem.
Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg. Légy ennyi jó indulattal hozzám, ne kelljen látnom nyomorúságomat. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek. Gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és előjárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok, és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és neked is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozd azt. Mózes kiment, és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt felhőben, és beszélt hozzá, majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a 70 vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk nyugodott, akkor profétáltak, de máskor nem. És hallgassuk meg az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből a második fejezet első 13 versét is. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindjárt együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétosztottak és leszálltak mindegyikükre. Mindjárt megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez az zúgás támadt, összefutott a sokaság és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikük a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadókiában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában, Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, ahol Ciréne mellett van, amely Ciréne mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édesbortól részegettek meg. Isten áldja meg igéinek hallgatását és annak befogadását. Magasztaljuk Urunkat az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljunk helyet. Főinek előtt szeretném mondani, hogy ahogy régi szokás már itt a gyülekezetünkben minden hónap utolsó vasárnapján köszöntjük azokat, akik abban a hónapban ünnepelték vagy ünneplik a születésnapjukat. Így tettünk most is. Köszöntöm azokat külön szeretettel, akik elfogadták az erre szóló meghívást, és egy verset hoztam, egy pünkösdi verset hoztam erre az alkalomra, a köszöntésre, hallgassák meg szeretettel. Ölbei Irén, pünkösdi lélek. Szárnyaljon bennem ének, legyen pünkösdi lélek.
a nemesben, a jóban, örömmel munkálkodjam. S a célom itt a földön, az Isten felé törjön. Mértéken túli mérték, szépségen túli szépség, a szeretet csodája, üssön át, mint a dárdas, hevítsen, lelkesítsen. Éljek reményben, s hitben, s a fénylő igazságnak igaz ösvényén járjak, s mindig ihletben égjek. Jöjj el, Szentlélek! Kívánom mindenkinek, hogy tapasztalhassa meg a lélek áldását. És szeretettel hívom ide most az oltárhoz mindazokat, akik májusi születésnaposok, egy igéslappal és egy áldással köszöntöm őket. 2 János 1.3-on ezt olvassuk, kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől. Isten éltessen, boldog születésnapot! Boldog születésnapot kívánok, Isten éltessen! Boldog születésnapot! Elfogadsz egy ilyen? Boldog születésnapot kívánok, Isten éltessen! Az Atya Isten, aki egykor élettel ajándékozott meg, a Fiú Isten, aki önnön életével ajándékozott meg, és a Szentlélek Isten, aki a hittel ajándékozott meg, őrizzen meg és tartson meg életed minden napján. Amen. Foglaljunk helyet. Most pedig készüljünk az ige hirdetésre a 238-as énekünkkel, annak minden versével.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Helyünkön maradva hallgassuk meg hittel és figyelemmel mai ünnepünk igehirdetési alapigéjét, amelyet megírva találunk János evangéliumában, annak 14. fejezetében, a 15-östől a 17-es versig a következőképpen. Jézus mondja, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Az az igazság, hogy nem tudjuk úgy szeretni Jézust, mint ahogy kellene. Pedig próbálkozunk folyamatosan. Ma is eljöttünk ide a gyülekezetbe, eljöttünk a templomba, ünnepeljük a pünkösdöt, de akkor sem megy. Nem tudjuk úgy szeretni Jézust, ahogy őt szeretni kellene. Miért mondom ezt? Tekintsünk csak felolvasott igénk első versére. Amikor azt mondja az Úr, hogy ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Azt pedig tudjuk jól, hogy a parancsolatok megtartásában nem vagyunk jók. Most is az alkalom elején újból hallhattuk a 10 parancsolatot, és hát ilyenkor legalábbis magamban én szoktam gondolkodni, hogy na ebbe és ebbe hol is buktam el. De elég csak Jézusnak a 2 parancsára gondolni, szeresd az Urat, és szeresd a másik embert, mint önmagadat. Ezeknek is a megtartása, bár csak 2 parancsolat. De ha őszinték vagyunk, bevallhatjuk, hogy folyamatos küzdelem. Szeretni Istent, és szeretni a másik embert, aki ott van körülöttem. És éppen ezért állíthatjuk, hogy nem tudjuk úgy szeretni az Úr Jézust, ahogy kellene. Talán most azt gondoljuk magunkban, hogy na, milyen pozitív üzenettel kezdődik ez a mai igehirdetés, még ha amúgy talán igaza is van az igének. De olyan jó látni, hogy Jézus nem állít meg. Nem csak ennyit mond, nem csak leosztályoz bennünket, hogy hát ez így nem megy, hanem tovább folytatja az üzenetet, ami arról szól, hogy bár nekünk nem teljes a szeretetünk, ő mégiscsak itt lesz velünk, és ad megoldást. Ad megoldást, egy másik segítőt, egy másik pártfogót küld maga helyett. Erről olvasunk. Ő a Szentlélek, akit a húsvétot követő 50. napon aztán el is érkezett a tanítványokhoz, és velük együtt az egész világra, hozzánk is, Jézus mai tanítványaihoz. Eljött a Szentlélek, a pártfogó, aki tud bennünket segíteni ebben a nehézségben, amiről szóltam. Ezt a pünkösdöt ünnepeljük ma is, és igyekszünk minél többet megtudni a lélekről, a Szentlélekről, a láthatatlan, de valóságos isteni személyről. Sőt, nem csak megismerni szeretnénk, hanem remélem azt, hogy közelebb is kerülni ő hozzá. Átélni a jelenlétét, amely hitünk szerint ma is valóságos. Mindenhez nézzük meg, hogy mit is mond róla Jézus a Szentlélekről itt a folytatásban. 5 rövid jellemzőt szeretnék itt most felsorolni. Az első, amit mond, hogy másik pártfogó. A Szentlélek egy másik pártfogó. Olyan segítőnk lesz tehát a lélekben, Jézus szavai alapján, mint Jézus maga volt. Egy másik, de ugyanolyan. Ugyanaz a végtelen szeretet jellemzi, és megegyezik a célja is Jézuséval, hogy örök életre vezessen
minket. A pártfogó név is beszédes, az eredeti kifejezés itt, görögül paraklétosz, egy nagyon széles, jelentés tartalmú fogalom. Eredetileg a szó védő ügyvédet jelentett, aki képvisel bennünket az ítélőszék előtt, és azért harcol, hogy bennünket felmentsen. Még ez a jogi kifejezés is mennyire jól bemutatja a Szentlélek munkáját. A pártfogó, ami ez a fordítás is választotta, általunk is használt új fordítás, ez a pártfogó is nagyon találó fordítás, hiszen igaz a lélekre, hogy van, aki olyan ő, aki támogat bennünket, aki mellettünk áll az ügyünkben, és kísér bennünket hitünknek rögös országútján. Pártfogó. Fordítják ezt a szót segítőnek is, aki megtart a kísértések és a nehézségek idején. Segít, amikor megfogyatkozik a mi hitünk, megfogyatkozik a mi erőnk. Tanácsadó is lehet, eznek a szónak a fordítása, tanácsadó, aki útba igazít bennünket, amikor válaszúthoz érkezünk, amikor jelentős döntésekben keressük a helyes irányt, hogy merre induljak el, mi lenne itt most a jó döntés. A lélek tanácsolni is tud minket. Amit tehát mindezek üzennek nekünk a Szentlélekről, hogy egy erős támaszunk van benne. Legyen akár a fordítás a pártfogó, vagy vigasztaló, vagy tanácsadó, de az biztos, hogy egy erős támaszunk ő. Ugyanolyan, mint ami Jézus személyében volt egykor a tanítványoknak. Ugyanolyan féltő szeretettel és gyengítséggel fordul felénk, mint Urunk tette azt. Ez tehát az első, amit megtudunk a lélekről, hogy ő egy másik, de ugyanolyan pártfogó. A második, amit Jézus mond a lélekről, hogy veletek legyen, hogy velünk legyen. Azért küldi az Atya, hogy velünk legyen mindörökké. Ezt jelenti ki Jézus. Sajnálatos dolog azt látni, amikor mondjuk egy családban az ott lévő családtagok bár egy fedél alatt vannak, de csak úgy elérdegélnek egymás mellett. Mindenki végzi a napi feladatait, aztán a nap végén részt vesz a saját maga kikapcsolódásában, de egymástól eltávolodnak. Nem beszélgetnek, egyre kevesebb dolgot tudnak meg egymásról, és csak tényleg, mintha családtagokból lakótársakká lennének. Talán el tudunk képzelni ilyen helyzetet. De mennyivel teljesebb az, amikor valakik nem csak együtt él velem, családtagomként, házastársamként, hanem velem van. Ugye a szónak a legteljesebb értelmében. Amikor figyel rám, érdeklődik irántam, tudja azt, hogy mi van velem, hogy mi az, ami foglalkoztat, mi az, ami bánt, mi az, ami örömöt okoz. Velem van. Ilyen teljes körű jelenlétről beszél Jézus is a Szentlélek kapcsán, hogy ő így, ilyen teljes módon van velünk. Nem csak úgy körösz körülöttünk, vagy szádogál valahol, hanem itt van velünk, személyesen, személy szerint, közelségben és közösségben. Ez a jelenlét pedig nem csak egy kellemes óráig tart, mondjuk itt az Isten tiszteleten. Nem csak egy szép, együtt töltött napot jelent ez a lélekkel, hanem Jézus folyamatos és állandó jelenlétről beszél. Mint amikor az egykori udvarlóból mondjuk házastárs lesz, és a két fél összeköltözik, és úgy mindig ott vannak egymásnak. Jövet, menet, egymásba botlanak, együtt vannak, itt van mindig velem. Ez tehát a második, hogy a Szentlélek velünk van. A harmadik, amit megtudunk a lélekről, hogy ő az igazság lelke. Az igazság lelke. Fontos jellemző ez a hazugságok és az álhírek idején. Amikor bármilyen kitalált történetből hír lesz. Amikor személyes véleményeket
kőbevésett tényekként hirdetnek ki, nyilvánítanak ki. De nem csak a tágabb értelembe vett világra, meg a híradókra igaz ez, hanem talán a személyes életünkben is. Amikor úgy tekintek az igazságra, mint ahogy a gyerekek a gyurmára, hogy ezt meg lehet fogni, és lehet formálni úgy, ahogy én azt elgondolom. És lehet belőle bármit alkotni, amihez csak nekem kedvem van. A gyurmára ez igaz, de az igazságra nem. Mégis sokan személyes életükben így kezelik. Amikor látok az én életemben valamilyen nyilvánvalóan káros, helytelen dolgot, de megmagyarázom magamnak, hogy mégis miért helyes. Vagy megmagyarázom magamnak, hogy hát én ettől amúgy meg tudnék szabadulni, de most még nem. Most még erre nekem szükségem van. Vagy amikor változtatnom kellene magamban valamin, de inkább megnyugtatom magamat abban, hogy hát én ilyen vagyok, és pont. Szokták ezeket élethazugságoknak is nevezni, amikkel úgy együtt élünk, amikbe úgy belenyugszunk, és azt mondjuk rá, hogy ez így igaz, ez így helyes. A Szentlélek azonban az igazság lelke. Az igazság lelke egy olyan igazságé, ami nem formálható, mint a gyurma, hanem kemény és erős, mint egy szikla, amin nem tudunk csak úgy kényünkre, kedvünkre változtatni. A lélek kimondja az igazat rólam és felőlem. De ugyanakkor kimondja az igazat megváltómról is. Rávilágít az én bűnös voltomra, hogy mennyire elesett és szegény vagyok, de egyben bemutatja, hogy van kegyelem. Van Istennél menekvés. Akiben tehát ott van a Szentlélek, az már nem visel el semmilyen aljas hazugságot, hanem törekszik igazságban élni. Akár a körülötte lévő világra tekintve, akár önmagára tekintve. Ez tehát a harmadik, az igazság lelke. A negyedik, amit megtudunk róla, azt mondja Jézus, hogy a világ nem fogadhatja be. Hogy a Szent Lelket a világ nem fogadhatja be. Mindig el szoktam mondani, hogy a pünkösd az egyik legkevésbé ismert és talán legkevésbé népszerű a nagy egyházi ünnepeink közül. Hiszen nincs benne egy kézzelfogható főszereplő, mint mondjuk a karácsonyi történetben, a Szent Család, a Kisded Jézus, vagy éppen húsvétkor, ugye a bevonulás virágvasárnapon, a kereszthalál és a feltámadás, ahol Jézusnak látjuk a megváltó tetteit. Ez az ünnep, a pünkösd valahogy más. A lélekről szólunk, beszélünk, de nincs egy olyan megfogható főszereplő mégsem. Próbáljuk megjeleníteni galambbal, lángnyelvekkel, ahogy itt a stólán is látható a szimbólum, de mégis valahogy nehéz megragadni a lényegét. Nehéz megragadni ezt az ünnepet, mert pünkösd egy lelki, szellemi esemény, amit legalább akkor érthetünk meg, hogyha azt átéljük. Külső szemlélő csak úgy tud reagálni, mint ahogy az apostolok cselekedeteiben írott beszámolóban is hallhattuk, hogy vagy tanácstalanul néznek, hogy mi ez, mi történik, nem tudom, vagy éppen gúnyos megjegyzéseket tesznek, hogy édesboltó részegettek, csak meg. Azért olyan lelkesek. Ugyanezért nehéz a Szentlélekről tanítani is, mert a jelenlétet, az ő jelenlétét, működését úgy érzi az ember, aki hitben jár, de mégsem könnyű ezt körülírni, elmondani. Ugye éppen ezért érkezett el előbb az Úr Jézus, aki emberi lett azért, hogy kézzel fogható közelségbe hozza az Isten szeretetét, és a megváltás csodáját. Őt sokkal könnyebb megismerni. De amíg valaki életében nincs ott Krisztus, addig a Szent Lelket sem tudja igazán befogadni és megérteni. Több példával is lehetne ezt szemléltetni. Nekem a szülőségnek a tapasztalata jutott eszembe. Amíg gyermek voltam, szüleimnek a gyermeke,
Nyilván láttam, hogy mennyi mindent tettek, értünk ugye a testvéremmel, de mégsem tudtam ugye a valódi mélységében értékelni ezt. Olyan természetesnek tűnt. Jól esett, természetesnek is tűnt. De amióta én magam is szülő lettem, onnantól értem igazán, hogy mit is jelent édesanyának, édesapának lenni. Hogy mit is jelent az, hogy egy házaspár felnevel egy gyermeket. Hogy mennyi idő, energia, akár lemondással is jár. Amíg nem volt meg ez a tapasztalatom, nem tudtam a saját szüleimet se a maga helyén, maguk helyén és értékén látni. Valami ilyesmi ez a Szentléleknek a megértésének kérdése is, hogy amíg nem vagyok Krisztusban, addig sok mindent lehet róla tanulni, de úgy igazán átélni csak akkor tudom már, mikor hitben járhatok. Ez tehát a negyedik, amit megtanulhatunk a lélekről, hogy a világ nem tudja befogadni. És az ötödik, az utolsó, amit látunk, amit Jézus mond a lélekről, hogy bennetek lesz. Bennetek lesz. Utoljára ez az egyik legfontosabb megállapítás. Így olvassuk, hogy ismeritek őt, nálatok lakik, sőt, bennetek lesz, mondja Jézus a lélekről. A tanítványok pünkösd előtt mindig rá voltak szorulva arra, hogy mesterük közelében legyenek. Akkor voltak igazán tanítványok, hiszen a tanítását, a vezetését, az ő általa nyújtott biztonságot igényelték, és jó volt ebben benne lenni. Jézus mai követőiként is vágynánk erre, Jézus közelében lenni. De hát már mi már nem csak 12-en vagyunk, itt is többen vagyunk, hála Istennek, és hát világszerte is több ezen, több millióan várnának arra, és várják azt, hogy Jézus közelében lehessenek. Amíg Urunk testben volt jelen, addig helyhez és időhöz volt kötve. Nem tudott volna egyszerre több millió ember közelében lenni. A Szentlélek által viszont ez lehetségessé vált. Közel van hozzánk, mindenkinél, aki csak őt segítségül hívja. Ez is egy példa jutott eszembe, olyan ez, mint mondjuk a rádió adás, ahol mondjuk van egy műsor, mondjuk valaki elmond egy verset, egyetlen személy, egyetlen stúdióban, egyetlen helyen, de mégis az a vers, vagy az az üzenet nagyon sokakhoz eljut, milliókhoz eljuthat, akinél ott van az a rádiókészülék, és veszi ezt a jelet. Az Úr Jézus tehát pünkösd óta szent lelke által van jelen, és elér bennünket, mint az ilyen műsorszórás, mint a rádiószórás van. A szent lelkét kiárasztja, és közel tud lenni világszerte mindenkihez, akit őt segítségül hívja. Láthatatlan, de mégis érezhető valóságos módon. Összefoglalásul tehát elmondhatjuk, hogy drága, de mégis titokzatos ajándéka az Úrnak a Szentlélek, akit pünköstkor elküldött nekünk. Ő a pártfogónk, aki velünk van, az igazság lelke, akit a világ nem fogadhat be, de bennünk él. Mindazokban, akik Krisztust Úrnak valljuk, és teljesen be tud bennünket tölteni. Ennek a csodájában élhetünk, és kívánom, hogy éljünk ma is. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei jó atyánk, nem könnyű a te szent lelked megismerése, ami számunkra, de kérünk, segíts ebben, add, hogy mai üzenetet is forgathassuk még a szívünkben, és nem más által, de a szent lelked által kérünk, hogy segítsenek megértésében, és hittel való elfogadásában. Ámen. Thank you.
hirdetem a gyülekezetnek, hogy a holnapi napon, pünköst hétfőjén is lesz Isten tisztelet itt a templomban, 9 órai kezdettel. A holnapi alkalmon úgy készülünk, az énekek között lesz több könnyű zenei ének is, hiszen mind a régi, mind az új énekekkel is ugyanúgy lehet dicsérni az Urat. Tehát holnap délelőtt 9 órakor találkozunk itt az Isten tiszteleten legközelebb. Szeretném megköszönni a takarítást, az egyházfi szolgálatot és a videós szolgálatot is mindazoknak, akik ezekben részt vettek. A következő időszakra vonatkozó takarítási rend elkészült, a kiáratnál megtalálhatóak ezek. Nincs mindenkinek hozzáférése a videós tartalmainkhoz, ezért a mai igehirdetést, az elhangzott igehirdetést egy néhány példányban ki is nyomtattam. Ha esetleg tudunk olyan valakiről, aki szívesen elolvasná, nem fér hozzá esetleg az internetes elérésekhez, videóhoz, vigyünk belőle, van 5 példány, hogyha esetleg kevés lenne, még tudunk ebből másolni, úgyhogy ezzel is tudunk segíteni azoknak, akik nem tudtak ma eljönni. Hirdetem, hogy a állami rendelkezéseknek megfelelően az idei évben is meg tudjuk tartani a nyári hittanos táborunkat, a Talentum táborunkat. Ez július 6-ától 10-ig lesz, ahogy szoktuk az első teljes júliusi hétben. Ennek plakátja meghirdetése a jövő héten történik, és majd onnantól kezdve lehet jelentkezni is. Szeretettel köszönjük az adományokat is, amit akár persenyben, akár elektronikus úton juttattak el a gyülekezet részére. Isten áldja meg az adakozókat, és adja meg az adományok bölcs felhasználását. Isten tiszteletünket most úrvacsorával fogjuk folytatni. Itt is figyelembe kell venni a biztonsági előírásokat. Ennek fényében ugye a bevezető liturgiában szokott egy készfogási rész lenni, ez mai napon elmarad, illetve az úrvacsora vétel úgy fog történni, hogy én az ostját belemáltom a kehelybe, a borba, és úgy fogom adni Krisztus testét és vérét, úgymond egy körben. Kérem, hogy így fogadjuk ezt. A 308-as énekünk első versét énekeljük. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által, aki elküldte a Szent Lelket, hogy gyermekeidet az egyház közösségébe gyűjtse. Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Amen. Oh,
Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad, elítéled a bűnt, de megmented a bűnös embert szeretett fiad élete árán. Ezért a nagy irgalmadért áldunk és kérünk, üld el szent lelkedet, hogy Krisztus testét és vérét vegyük üdvösségünkre ebben a kenyérben és borban, és testvéri közösséggé legyünk. Ámen. A mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmán, azon az éjszakán, amelyen elárulták, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután megvacsoráltak, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e kehely az új szövetség az én vérem által, amely ti értetek, és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetembe. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e kehelyből, az Úr halálát és feltámadását hirdetjük, míg vissza nem jön. Mert méltó a megöletett bárány, Jézus Krisztus, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Ámen. Kérünk, Istenünk, emlékezzél meg szeretett fiad értünk viselt szenvedéséről és haláláról. Árasz ki szent lelkedet mindnyájunkra, hogy megváltunk keresztjének titkát ünnepelve, feltámadásának erejében részesüljünk. Az ő nevében együtt egymásért így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Úr békessége legyen velünk mindenkor. A 11-es számú énekrend második versét énekeljük most. Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ámen. Íme minden kész, jöjjünk az Úr megterített asztalához. Békesség néktek. Vedd és edd, testvérem, ez Krisztusunk teste és vér.
vedd és edd testvérem, ez Krisztus úrunk teste és vér. Vedd és edd testvérem, ez Krisztus úrunk teste és vér. Vedd és edd testvérem, ez Krisztus úrunk teste és vér. Vedd és edd testvérem, ez Krisztus úrunk teste és vér. Vedd és edd testvérem, ez Krisztus úrunk teste és vér. Vedd és edd testvérem, ez Krisztus úrunk teste és vér. Az Úr Jézus áldjon meg és őrizzen meg téged minden napon. Jézus mondja, boldogok a szelídek, mert ők öltlik a földet. Ámen. Vedd és edd testvérem, ez Krisztus úrunk teste és vér. Vedd és edd testvérem, ez Krisztus úrunk teste és vér. Krisztus úrunk teste és vér, illetve az ő áldása, tartson meg titeket a hitben, a szeretetben, az örök életre. Menjetek békével, az Úr Jézus veletek van. Amen. Békesség néktek. Vegyétek és egyétek, ez Krisztus úrunk teste és vér. Vegyétek és egyétek, ez Krisztus úrunk teste és vér. Vegyétek és egyétek, ez Krisztus úrunk teste és vér. Vedd és edd testvérem, ez Krisztus úrunk teste és vér. Vedd és edd testvérem, ez Krisztus úrunk teste és vér. Az Úr Jézus áldjon meg és őrizzen meg téged minden időben. Ámen. Vedd és edd testvérem, ez Krisztus úrunk szent teste és vér. Az Úr Jézus Krisztus teste és vér, és az ő áldása tartson meg titeket a hitben, a szeretetben, az örök életre. Menjetek békével, az Úr Jézus veletek van. Ámen. Békesség néktek! Vegyétek és egyétek, ez Krisztus úrunk teste és vér. Vedd és edd testvérem, ez Krisztus úrunk teste és vér. Vedd és edd testvérem, ez Krisztus úrunk teste és vér. Vedd és edd testvérem, ez Krisztus úrunk teste és vér. Az Úr Jézus Krisztus áldjon meg és őrizzen meg téged életed minden napján. Ámen. Krisztus úrunk teste és vér, őrizzen meg és tartson meg hitben az örök életre. Menjetek békével, az Úr Jézus veletek van. Ámen.
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál igédben, és Krisztusunk testének, vérének közösségében. Kérünk, hogy őrizd meg bennünk ennek a közösségnek minden áldását, hogy erős hittel tudjunk hozzád ragaszkodni, és őszintén szeressük embertársainkat. Az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, menjetek és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot az ő szeretetéről a Szentlélek által. Akik megízleltétek a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és áldozatra kész szeretettel. Most pedig helyünkről fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon néked békességet. Szentlélekkel teljes áldott vasárnapot kívánok, erős várom Istenünk.